Videón, ahogy a rendőrök elfogták a kábítószer terjesztő bűnszervezet vezetőjét még tavaly júliusban. A tolnai férfit közel 2 éven keresztül lehallgatták és megfigyelték. Az akcióban a Tolna megyei rendőrökön kívül a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai is részt vettek. Az elfogással egy időben 6 helyszínen tartottak Tolna megye szerte házkutatásokat, és fél kilónyi amfetamint, valamint más drogokat is találtak a nyomozók. Az akcióban hozzávetőleg 130 fő kolléga vett részt. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának állománya mellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodának az állománya, illetve Fejér és Baranya megyei RFK állományából kollégák, továbbá a helyi rendőrkapitányságok is segítséget nyújtottak nekünk a helyszíni intézkedésekben. A nyomozást most zárták le, kereskedéssel 8 főt gyanúsítanak, és még további 40 fogyasztó ellen indult eljárás. A dílerek mindannyian bűnszervezet tagjaként dolgoztak. Kiderült, hogy a hálózatot a videón látható 54 éves tolnai férfi irányította. Maga a vezető egy személyben állt a szervezetnek az élén, és legalább 3 szintet lehet magában a szervezetben megkülönböztetni. A gyanúsítások alapján a mostani állapotban 8 fő vett részt magában a bűnszervezetben bizonyíthatóan, de azt tudni kell, hogy ez a bűnszervezet korábbi fölépítésében már bomlasztásra került, tehát ez a 2020-as állapotnak megfelelően az újra szervezett egységeket takarja. Korábban számos alkalommal vontunk már ez a bűnszervezethez köthető egyéb elkövetőket eljárás alá. A tolnai férfi bizonyíthatóan legalább 28 millió forintra tett szert a drogkereskedés során. A rendőrök ezért vagyonelkobzást is elrendeltek, összesen 55 millió forint értékben. A bűnszervezetben kábítószereket áruló banda tagjai akár 10 év börtönt is kaphatnak.